emiatt az utcára. Sok családnak a gyermekét is elvették a kilakoltatás után. Úgy tudjuk a televízióból, hogy önnek van egy alapítvány, amely árva gyerekek támogatásával foglalkozik. Különös Viktor a sorsnak, hogy önnek is nem kis részben köszönhetően nagyon sok gyermek vált lényegében árvává. Ha egy ember nagyon sok funkciót lát el és posztot tölt be, akkor előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy ilyen sok feladatot nem tud megfelelő színvonalon ellátni. Ezért javasoljuk, hogy pozícióról mondjon le és adja át a stafétabotot fiatalabb vezetőknek, akik feladataikat jobban el tudják látni. Tisztelettel! Tudai Szánta András és Szabó Sándor. A magyar autós nem is a hitelesek vezetőjét hallottátok. Ő szerényen és udvariasan fogalmazott. A Nem adom a házam mozgalom és a kompánycsapat már egy ideje keményebben fogalmaz, és a jövőben még keményebben fog fogalmazni és cselekedni. Nem tűrjük tovább, hogy magyar társaikat kirakjátok a lakásaikból, csak azért, hogy ti meggazdagodjatok. Elég volt belőletek, és elég volt a magyar kormányból is, hogyha ezt nem fogja teljesíteni a magyarok kérését. Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz még 3. reggel 9 órától 3 napon keresztül éhségsztrájk folyamán eljuttatjuk a követeléseinket, nyomatékosítjuk benne, hogy azonnal állítsák meg a kilakoltatásokat és a végrehajtási záradékokat, és más egyéb követelések még ezek a megjegyzételekben oda fognak kerülni, és amennyiben ez nem fog megtörténni, nagyon-nagyon rövid időn belül nagyon csúnya világ fog rájuk vinni. Orbán Viktor szavával élve, ha a kormány nem a népe javára kormányoz, akkor el kell kergetni. Hát ígérjük, hogy el lesz kergetve. Emberek, lehet, hogy kevés embert látok itt az utcán, de nem ennyien vagyunk. Ezt vegyétek tudomásul, az ország több nagyvárosában velünk együtt ugyanezen időpontban demonstrálnak már az emberek. Már kijönnek az utcára, már sejtek épülnek, már partizán háború alakul ki, és a partizán háború az nem letörhető. Ezt mindenki nagyon jól tudja. Úgyhogy kedves kormány, Orbán Viktor miniszterelnök úr, gondolkozzatok, hogy mit akartok Magyarországon. Ha polgárháborút akartok, akkor valószínűleg meg is fogjátok kapni. Mi, a magyar nép nem ezt akarjuk. Mi békében akarunk mindenkivel élni, ezt kihangsúlyozzuk, de nem tűrjük el tovább, hogy adós rabszolgát csináljatok belőlünk a bankszövetséges butyitokkal együtt. Egyszerűen követeljük, hogy fejezzétek be a tárgyalásokat a bankszövetséggel, mert maga a bankszövetség a magyar társadalom tönkretevője. A magyar társadalomba pedig ki is beletartoztak, hiába van több milliárdos számlátok, mert a bankszövetség még azt is meg tudja tenni, hogy azt is leapassza. Ezt tartsátok szem előtt, és azt, hogy a magyar nép továbbra ebből nem kér és nem tűr. Nem adjuk Árpád apáink által ránk hagyott örökséget, amit meg kell őriznünk gyermekeink és unokáink számára. A magyar föld nem a tietek és nem a miénk, csak megőrzése van a kezünkben a jövő számára, gyermekeinknek és unokáinknak. Köszönjük a rendőrség biztosítási munkáját, nagyon bízunk benne, hogy a jövőre is ilyen szépen fogunk tudni együtt dolgozni, és a kérésem az, hogy a további vonulásnál ne menjünk 40 km-es sebességgel, mert akkor nem tudjuk kellően felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy miért is vagyunk az utcán. Ugyanis az igazi probléma az az, hogy a magyar média folyamatosan hazudik. Olyan szövegkörnyezetbe teszik be a nyilatkozatainkat, ami negatívan hozza le a mi utcán történő jelenlétünket. Márpedig ez nem igaz. Ez a pár bátor ember, akit nap mint nap látok most már az utcán, ez az egész magyar társadalom igazságáért harcol, az emberek jobbrétéért harcol, azért harcol, hogy a magyar középosztály, a kis és középvállalkozók, a munkabérből élő emberek újból arra a szintre tudjanak kerülni, amiben az 1990-es években voltak. Még egy példa, aki nem hiszi el, hogy igazunk van, az győződjön meg róla. Nézze meg, hogy egy évvel ezelőtt mit tudott venni 5000 forintért a közértben, és ma mit tud venni 5000 forintért a közértben. És hogy ez miért van így, hogy ma kevesebbet tud ugyanazért a pénzért vásárolni, azt én elmondom nektek,
nem a világválság miatt van. Az a magyar devizahiteles mutyi miatt van. Orbán Viktor azt mondta, hogy 1 millió munkahelyet fog teremteni. Hát teremte! Megcsinálta a trafik mutyi, és elvette több 10 000 rokkant trafikos munkahelyét, és odaadta a saját barátainak nem 2%-os árrés jövedelemmel, hanem 12%-ossal. Orbán Viktor létrehozott egy olyan földtörvényt, ami biztosítja a külföldiek földvásárlását Magyarországon, mégpedig úgy, hogy az uniós tagállamok és a tagállamokkal szerződésben lévő külföldiek Magyarországon vásárolhatnak földet. Ez van az új alaptörvényben, emberek! Tudjátok, ez mit jelent? Ide jön egy izraeli befektető, aki az uniónak társult tagja, ez nem tagja, mutyia, mondjuk ki, és megveszi a magyar földeket. Akkor emberek, ti milyen kenyeret fogtok Magyarországon enni? Mennyit fogtok érte fizetni? És egyéb apró kérdések merülnek föl. Legyetek tisztában avval, hogy a magyar emberek már ébredeznek. Lassan, de biztosan. Mi azt mondjuk, hogy nem akarjuk azt, hogy polgárháború és vérontás legyen. De ha nagyon rövid időn belül nem jöttök velünk ki az utcára, és nem követeljük együtt, békésen, hatékonyan a magyar szabadságot, akkor itt sajnos az fog történni, hogy el fog szabadulni a pokol. Ugyanis nagyon sok ember van, akinél már szakad a cérna. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy égjenek a bankok! Mi még azt mondjuk, hogy szükség van ezekre az épületekre, hiszen ez a magyar társadalom tulajdona. Minden épület, amit ebben az országban látunk, a magyar nemzetgazdaságot gyarapítja. Nem akarjuk a nemzetgazdaságot szegényebbé tenni, mert így is elég szegényítettek minket, de ezt a folyamatot meg fogjuk fordítani. Igazságot akarunk! Nem adom a házamat, nem adom a kocsimat, nem adom a hazámat, takarodjatok haza! Szóval én úgy gondolom, hogy elég értelmesen, konyha nyelven mondtam el, amit szerettünk volna, és még egyszer elmondjuk azokat a követeléseket, amiért nap mint nap folyamatosan az utcán vagyunk. Nem kérünk devizahiteles megmentést. A devizahiteleseket nem kell megmenteni, a devizahitelezéssel szemben a magyar törvényekkel kell fellépni, és akkor minden a helyére fog kerülni. Nem fogadjuk el a bankszövetség diktálását, követeljük a kilakoltatások és végrehajtási záradékok azonnali felfüggesztését. Hozzá kell tennem még, hogy a bankellenes akcióban most már nap mint nap zászlókra tűzzük a közüzemi cégek viselkedését is, ugyanis ugyanolyan semmis, egyoldalú rabló szerződésekkel tartják markukban a magyar társadalmat, mint a bankok. Tehát ezek ellen is fel kell lépni, az ő szerződéseiket is felül kell vizsgálni, és a magyar törvények szerinti szerződéseket kell újra életbe hozni. Azon kívül a legkívánatosabb dolog az Magyarországon, hogy semmilyen stratégiai jellegű dolog, mint a gáz, a víz, az elektromos áram ne lehessen külföldi kézbe! Milyen dolog ez, hogy a bankáraink, meg a kormányunk a stratégiai kincseinket alatták külföldieknek? Hát itt van már szólásszabadságunk, annyi van, amit itt elmondhatok az utcán? Aztán úgy mondjuk, hogy leszartok minket? Nem sokáig, drága barátaim, nem sokáig, mert szakad a cérna. Nagyon kérem a jelenlévő médiákat. Köszönöm a jelenlétüket,
De a demonstrációinkat a jövőben csak és a tárgyilagosság mentén közöljék le olyan szövegkörnyezetben, ami minket nem negatív irányban emel ki. A magyar média, a magyar kettő és az RTL klub nagyon hajlamos erre. Meg fogjuk nekik is mutatni, hogy ezt nem engedjük tovább. Egyszerűen elég volt a magyar nép félretájékoztatásából, elég volt az agymosásból. Mi magyarok vagyunk, nem amerikaiak, nem oroszok és nem németek, de Putyin elnök szavával élve Magyarországon magyaroknak magyar törvény szerint kell élni, nem pedig a külföld által diktált feltételek szerint. Ezeket nem fogjuk már a jövőben elfogadni, és én június 25-én a Magyar Kúria épület előtt törvényi kívülének nyilvánítottam magamat, ezt a mai napig fenntartom, és mindaddig, amíg Magyarországon a törvényes rend helyre nem áll, ezt fenntartom. Átadom a szót a rendezvény szervezőjének. Mindenkinek köszönöm szépen a megjelenést, és akkor ez lett volna az a helyszín, ahol befejeződik a rendezvény, tehát akkor most ezennel véget ért a rendezvény, és köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Viszontlátásra, és remélem találkozunk még.